Immár hagyomány, hogy a tanévkezdéssel egy időben szervezi az atomerőmű ESE a nagy paksi sportágválasztót, Budapest után a vidéki települések közül elsőként. Az Ürgemezei strandon a hagyományos sikersportágok mellett elsőként falmászás és kapuéra is megtalálható lesz. Szeptember 2-án az Ürgemezei strandra és ugye a környékére várjuk a paksi általános iskolákat, illetve most már 5 általános iskola csatlakozott a vidéki általános iskola rendezvényhez. 2000 paksi diák és 430 fő, aki az 5 vidéki iskolából fog érkezni a sportágválasztóra. 30 sportág, ez új rekord, fogja megmutatni magát majd kint a strandon reggel 8 órától délután 17:30-ig. A délelőtt folyamán a felsős, délután az alsó tagozatos általános iskolások ismerkedhetnek a különböző sportágakkal, az állomásokon pecséteket gyűjthetnek, a nap végén pedig ajándékokkal gazdagodhatnak. Az adott sportágak válogatott sportolói, világbajnokok, Európa-bajnokok, akik itt az Atomerőmű Sportegyesület vagy a Paksi Sportegyesületbe sportoltak, sportolnak, ugye hát jelenleg is 4 voltak kint a Riói olimpián, ők is kint lesznek a rendezvényen, tehát a gyerekek találkozhatnak igazi példaképekkel. A sportágválasztóval párhuzamosan délután 13 órától egy másik, szintén jól bejáratott rendezvény is kezdődik a strandnál, illetve az ASE sporttelepen, az Atomerőmű Családi Sport és Egészség Napja. Fitness órák, csapatoknak foci, lábtenisz és streetball bajnokság, valamint táncbemutatók lesznek, továbbá szakemberek segítségével táplálkozási tanácsadás, egészségügyi szűrések, emellett légvárok és kalandpark is várja a látogatókat. Koncertet a Bojtorján együttes ad. Azzal, hogy a sportágválasztó, ami beváltotta hozzáfűzött reményeket, és a sportágválasztó követően láttuk, hogy nagyon sok gyerekkel kijöttek a szülei, akik volt, hogy a szülő is kipróbálta a különböző sportágokat délután, ezért akkor már nyitottá tettük. És azt gondoltuk, hogy ha ezzel hozzáteszünk még egy ilyen sport és egészségnapot, picit rászervezünk, hiszen azért csak a szülők csak a gyerekeknek nyújtó programokon túl még azért van igényük, akkor láthatóan tavaly nagyon nagy sikerrel volt, hiszen itt adunk mozgástanácsokat, étkezési tanácsokat, és általában az egészségjegyében zajlik ez a délután.